Róka mese. A jutalomfalatnak mindig van helye. Egyszer, egy hideg áprilisi napon szokatlan dolog történt. Esett a hó. De ezen a különös napon más is történt. Egy frissen elhullott galamba tért haza Szöszi Róka gazdája, hogy ajándékként odaadja neki. Nézzetek, nézzetek, hogy érdek! Úristen, hogy érdeklődik! Na, gyere Szöszike! Szöszi még életében nem találkozott galambbal, de amint megkaparintotta, féltő mozdulattal a távolba vitte, majd onnan még tovább. Jó van, nem veszem el egyed. Szöszi végül a sarokban állapodott meg vele. A vérében csörgedező róka ösztöne azt súgta, hogy ez egy igazi innyenc róka csemege, amit meg kell ennie. Gyorsan neki kezdett, miközben irigykedő hangokkal jelezte gazdája felé, hogy ő ezt ugyan vissza nem adja. Nem veszem el, nyugi, egyet. Szöszi előbb a galam nyakát, majd a lábát távolította el. Ám mikor éppen belekezdett volna a lakmározásba, csöngetett valaki. Na most megzavartál, szegényfém. Figyel, hogy ki jött hozzánk. Egyé Szöszike. Szösziben erős volt a késztetés, hogy a felkínált galambot megegye, de a félelem, hogy jött valaki, s az akár el is veheti tőle, erősebb volt. Féltő figyelemmel serényen elásta a lábmaradékot, majd a galamb többi részéhez sietett. Nehogy elásd nekem. De Szöszi hajthatatlan volt. Így a gazdi nem nézve ezt jó szemmel, elvette tőle a galamb nagyobbik részét. Ám Szöszi ezt nem hagyhatta. Ravaszul pitizni kezdett érte. Te jól van, odaadom, na vigyed akkor, de el ne ássad. Márpedig Szöszinek pontosan ez volt a célja. Csak még azt nem tudta, hogy hogyan rejtse el az érkező idegen elől úgy, hogy a gazdi meg ne lássa. Tanástalanságában föls alá kezdett szaladgálni, de a gazdit nem lehetett átverni. Most gondolkozol, hova rakjad? Ne ásd de, Szöszi, nem! Szöszi nem vesztegethette idejét, így ismét egy próbát tett. De a gazdi ezt nem nézhette tétlenül. Húzták, vonták a galambot, egyikük sem akarta elengedni. Majd végül Szöszinek ismét sikerült megszerezni az értékes falatot. Minden róka ösztöne azt súgta, hogy el kell rejtenie, de a gazdi éber volt. Szöszi, ne ásd el, hallod? Ne, nem, nézzétek meg, hogyan akarja, hogy ássuk. A gazdi így hát nem tehetett mást. Ismét elvette a falatot, de megígérte. Na majd este odaadom neki. Szöszi kuncsorgott, pitizett, de a gazdit nem lehetett még egyszer átverni. Már jócskán este felé járt, mikor a gazdi visszatért. Vigyázat! Szöszi megérezve az ismerős illatot, rögvest a házra pattant, majd örömteli boldogsággal tüstént elragadta a felkínált falatot. Jól nézzetek, hogy elvitte! Szöszi vetett egy pillantást a gazdira, s miután meggyőződött arról, hogy az nem akarja elvenni, a sarokba vitte a galambot. Tanulva a korábbiakból, nem akart, hogy a gazdi ismét elvegye tőle, ezért úgy határozott, hogy mindet megeszi a legutolsó falatig. A gazdi nagyon megörült ennek. Jó étvágyat, Szöszike. Szöszi jó ízűen egymás után tömte magába a falatokat. Csak úgy ropogtak fogai között a csontok. De hiába. Mert bármennyire is szerette volna az ízletes falatokat mind megenni, egyszerűen képtelen volt rá. Idővel egyre nehezebben csúsztak le a falatok. Még nem végül úgy érezte, hogy képtelen többet enni. Szerintem jó lakott. De Szöszi túlságosan féltette az innyenc róka csemegét, s nem akarta, hogy a gazdi ismét elvegye. Ezért úgy döntött, hogy megpróbálja a lehetetlent. Képes teletömni magát, nehogy aztán a végén megint elvigyem. Úgyse tudod megedni az egészet, egy életedben nem ettél még összesen egy nap. És valóban így volt, hisz Szöszi még soha életében nem evett ennyit. Ha már nem esik neki jó, már dugik van.
Szöszi egy ideig még erőltette magába az ingyenc falatokat. Majd mikor csordultig megtelt a rókapocakja, a maradékot gondosan elásta, hogy elraktározza inséges időkre. A gazdi viszont ezúttal már nem akart elvenni tőle. Sőt, hogy kedveskedjen neki a sok megpróbáltatásért. Hoztam egy kis desszertet neki. Ez amúgy egy ilyen jutalomfalat, ilyen szárított hús. Szöszi bármennyire is tele volt, a jutalomfalat incsiklandozó illatának nem tudott ellenállni. Olyan mohón falta, mintha a gyomrát égető éjséget szeretnék kioltani. Hát ugyanolyan, mint a gazdája, ő is megeszi. Hát a desszertnek mindig van helye, ugye? Így történt, hogy Szöszi Róka életében először evett galambot, s kiderült az is, hogy nincs az a teli rókapocak, ami mellé ne férne be egy kis jutalomfalat. És még keresi a kaját, és még mindig keresi a jutifalatot. Hát olyan vagy te is tényleg, mint én még egy tepsír krémest azért benyomná egy teli pocak után, mi? Jó van te, imádod a desszertet, ugye, Szöszike? Jó van.